Hölgyeim és uraim, a Budapest 2024 pályázati logó. A fiatal grafikusokból álló csapat vezetője mutatja, mi mit szimbolizál a rajzon. A Duna egyben a víz szimbóluma látható, és felette emelkedik ugye a Gellért-hegy egy szabadságszoborral a tetején. Az emblémát az utolsó pillanatokig alakítgatták. Nagyobb hangsúlyt kapott a víz, a vitalitás, a fiatalság a pályaműben, és valami olyan módon kellett megfogalmazni mindezt, hogy a fenntarthatóság, az újrahasznosítás gondolata bekerüljön a logóba. Megkérdeztünk néhány embert, hogy tetszik-e nekik a logó. Nekem tetszik, mert olyan letisztult, és szép. De a színvilága nagyon figyelemfelkeltő. Nézd, én konzervatív vagyok, nekem ez egy kicsit túlszálkázott. A képben elrejtett szimbólumok megfejtése volt a legnehezebb feladat. Víz, tenger, akkor itt egy ilyen virág. Ez a jel talán a citadelláról. Róma, Párizs és Los Angeles már februárban a pályázat benyújtásakor csatolta a legfőbb arculati elemeket. Nem kellett, hogy Budapest akkor elkészítse már ezt a logót, mint kandidáló város. Úgyhogy szerintem ez egy jó volt erről beszélni. Jó volt hibát keresni abban a munkában, abban a kemény munkában, amit azok az emberek végeznek folyamatosan, akik szeretnék valóban sikerre vinni ezt a pályázatot. Bemutatták a hivatalos kampányfilmet is. Az előkészületekre összesen 15 milliárd forintot költhet a kormány, ami a kormány biztos szerint akkor is megtérül, ha nem Budapest rendezi az olimpiát. A világban hetente több millió, időnként több milliárd tévénézőhöz, újságolvasóhoz, internetezőhöz jut el az a hír, hogy Budapest ebben a fantasztikus versenyben olyan városokkal, mint Párizs, Los Angeles, Róma van egy polcon. A megvalósíthatósági tanulmány szerint a budapesti olimpia összesen több mint 3000 milliárd forintba kerülne. A kormány viszont csak 774 milliárdról beszél, mert azt mondják, a beruházások nagy részére az olimpia nélkül is szükség lenne.